Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és egy új sorozatot hoztam el nektek, amiben MTA szervereket fogunk letesztelni, megnézni őket, kicsit játszani rajtuk. Ugyanis jelen pillanatban ugye elég sok szerver van, és vannak olyan szerverek, ahol egyébként érdemes lenni, érdemes megnézni, érdemes játszani, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen sorozat keretein belül elkezdjük megnézni ezeket a szervereket, és fölmegyünk egy-egy olyan szerverre, ahol azért, mit tudom én, vagy nagyon új a szerver, vagy azért mondjuk kevés létszámmal, de működik a szerver, szóval az ilyen értelmesebb szervereket megpróbáljuk megnézni, és egy ilyen sorozat vagy csokorba dönteni, vagy önteni. Úgyhogy a mai napon a Social Gaming szerverét fogjuk megnézni, ahol egyébként teljesen jó, mert 4 óra 55 percen és 81-en vannak a szervon, úgyhogy szerintem az egy alapnak abszolút nem rossz, és már egy játszható szerverről beszélünk. Nem voltam még fönt a szerveren, annyi, hogy azért fölmentem a szeróra, és így kértem ezt azt, hogy legalább annyi legyen, hogy be tudjam mutatni, vagy meg tudjak nézni ezt azt azt. Úgyhogy ez ilyen win-win szituáció. Amit ma tervezek egyébként, hogy egyrésztről megnézzük a szervert, megnézzük a mappot, körbejárjuk a dolgokat. Nagyon sokatokat érdekli például az, hogy milyenek a tuning lehetőségek, úgyhogy most fogok venni egy autót, és fel is fogjuk tuningolni. Körbe megyünk, megnézzük az emberekkel, kicsit dumcsizunk, úgyhogy nagyjából ilyesmire lehet számítani ebben a sorozatban. Social Gaming, aki szeretne egyébként itt játszani, megtalálja a live-nak a leírásában az IP-t, az elérhetőséget, stb. Stb. Úgyhogy akkor tartsatok velem és nézzük meg, hogy mit tud ez a szeró. Na itt vagyunk, megjöttem egy autós bolthoz, egyébként így néz ki a térkép. Ugye itt láthatunk különböző dolgokat, ezek a szokásos dolgok, például van hobbibolt, van kikötő, városháza, kórház, fegyverbolt, lottózó, bank, szerelőtelep, autókereskedés, ruhabolt, zúzda, taxitelep, és ugye vannak benzinkutak, illetve itt van a tuningoló, ami most nekünk majd fog kelleni, úgyhogy ezt meg is fogjuk nézni. Ugye keressünk egy autót, amit hát nagyjából ki is tudunk fizetni. Ugye dodónk az elméletileg van, úgyhogy az nem lesz probléma. Úgyhogy nézzük, wow! Na, mi nem is láttam egyébként, hogy jeleníti meg az autókat, és itt már egyből ugye lehet színezni is a kocsikat, gondolom. Aha. Jó, oké. Eddig nem olyan rossz. Buick, végsebesség 340, fogyasztás, kategória, limit, ár. Ja, és ott van a sima ára és a PP-s ára is. Aha, jó, oké. Na nézzük akkor, mik vannak. Itt egy Audi. Merci. Ford Mustang GT Fastback 390 Nissan. 89-es BMW E3 E30, ezt nagyon sokan szeretjük egyébként. Dodge, Merci, BMW M5 E60, Chevrolet, Subarban, Suburban, azt hiszem Subaruban, mondom, what the fuck, ez nem is ismerős az autót, egyébként nem is néz ki a rosszul. Dodge, Chrysler, Plymouth, Dodge, Ferrari, na, az már nem rossz, Ferrari Italia, mindig is akartam egy ilyen kocsit, ez mennyibe kerül, 700 ezer, na lehet, ezt meg is tudjuk venni. GMC Vendura, Audi Sport Quattro, az a régi Audi, ez se rossz egyébként, Centenario, Lamborghini, BMW 760 Li, Merci, na ezt a kocsit például még nem is láttam. Celine Raptor, nézzük már meg az elejét, ez magától pörög, vagy lehet mozgatni? Nem, ez pörög magától. Ez mondjuk nem is rossz az a kocsi. Ez jó. Mennyibe kerül? 500 ezer? Nem is olyan sok. Audi A60. Az is, kógar. Cadillac. Hoppá. Celine S7. Hát skacok, 400 ezer, de ez még olcsóbb, hát milyen jól néz már ki ez a Verda. Főleg 400 ezerért. Hammer, van Hammer is, ez se rossz. Aston Martin, Jaguar, Mongoose, Ridley, bicikli, motor, cross moci, Lincoln Talkcar, jó kis limuzin, azt szeretjük a limuzint. Mercedes-Benz, Bentley, van Bentley is. Elég jó kocsik vannak egyébként, azt teszem észre. És elég sok, úgyhogy az mindenképp egy pluszpont. Bugatti. Ja, a Bugattit meg lehet venni 2,2 millióért, vagy 9300 PP-ért. A jó kis Bugatti. Szerintem ez lesz a legdrágább, nem? Ó, ja, valószínűleg Porsche Boxster, Escher, az Ferrari F40. Ezt akarom. Ezt akarom. Ez az autót szerintem még nem is láttam egyébként szervereken. Jó, igaz, hogy nem volt olyan túl sok szerverem még, de szerintem... Hát gyerekek, ez úristen, nem is szupra, nem is nézem tovább. Jó, megnézzük azért, de ez a Ferrari F40 szerintem, ez fog nyerni. McLaren P1, ugye azt is nagyon szeretjük.
Venom, az is nagyon jó kocsik vannak, jó kocsik vannak. Régi Merci Benz, Ford Mustang GT. Nagyon jó. Jó, gyerekek, szerintem eldőlt. Úgyhogy akkor egy ilyen Ferrari F40-essel fogjuk csapatni. Vásárlás, enter. Ú, gyerekek. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Jó ég. Jó ég. Ez nagyon jó. Na jó, hát akkor menjünk a tuningba. Ez nyilvánvalóan tűzpiros. Tehát az egyértelmű. Egyértelmű, hogy a tűzpiros. És ez a régi, ugye, ez nagyon király ez az autó. Na, jó van akkor. Zúzzuk neki. Na. Gondolom alapból nincs benne. Van benne alapból GPS. Beszarsz. Oké, hello. Lámpi. Nagyon jó. Nagyon jó. Na zúzzuk. Hoppá hoppá, hát ez megy ez az autó, elég keményen. Hát ahhoz képest ez a kocsi alap. Jó ég, nem is merem tovább húzni, ez széttöröm. Elég nagy a tuning része. Ez is szintén pozitívum, mert legalább nem kell sokat várni. Na nézzük, szerintem az optikára menjünk rá egyébként, így első körben. Színezés. Kezdjük azzal. Szín 1, szín 2, lámpa, szín, paint job. Vannak erre paint jobok egyébként? Vannak rá paint jobok. Jó ég. Nagyon jó. De jól néz ki. Ezt lehet forgatni? Na mondjuk így is látjuk. De jól néz ki. Mondjuk ez a sima piros szerintem. Megpróbáljuk a sima pirost. Mert az igen. Ez avad gyerekek. És a kicsit ilyen sötétebb piros. Te jó Isten. Milyen ez? Még sárgába se rossz egyébként. Gyerekek, hát ez kötelező. Ez nagyon király ez a kocsi. Ez nagyon baba. Jézus Mária kékbe is, de jól néz ki. Ez király. Jó, maradunk a pirosnál szerintem. És ennél a nagyon durva Ferrari pirosnál. Jó, oké. Festés 20 000. Finom. Jó, megvan a színegyünk, szín 2. Aha, az pedig az ülés. Milyen színű legyen az ülés? Fekete mondjuk. Fekete vagy fehér. Vagy legyen az is piros. És akkor az ilyen nagyon durván elborulunk pirossal. Hát most milyen jó lenne, ha itt lennétek? Jó, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek milyenre kellett volna az ülést festeni. Jó? Én befestem ezt is pirosra. Vagy feketére? Feketére. Vagy pirosra? Nem tudom eldönteni is, kacok. Jó, legyen fekete. Lámpaszín. A lámpaszín az szerintem maradhat, bár megnézhetünk különböző variációkat, de... Esetleg ott is még a piros, ami szóba jöhetne. Nem, próbáljuk meg a sárgát. Ilyen kis sárgás. Ez jó lesz. Oké. És most a paint jobok rá. Ez jó. Az ilyen kis koszos lesz tőle az autó. Jézusom, de durva ez is. Hát nem akarok rátenni paint jobot igazából, megmondom a frankót, mert ez a tűzpiros, tehát ez a klasszikus, tudjátok, a klasszikus feeling. Milyen extrák vannak? Első kerékszélesség, hátsó kerékszélesség, neon rendszám, magas hajtás, LSD ajtó. Kell nekünk egy LSD ajtó? 3000 pp. Szereljük be az LSD, jó, szereljük be az LSD ajtót, mert az úgy a menő. Oké. Meghajtás. Hátsó kerék meghajtás, első kerék, összkerék meghajtás beszerelve. Az jó nekünk. Rendszám. Neon. Neon csak fogunk beletenni. Maradunk ennél az old school témánál. Várjál, mert itt vannak még ittem. Felni. Na nézzünk rá egy felnit. Jó. Ez nagyon vad lesz az autó. Valami old school. Hát igen, mondjuk ezek a versenygumik se rosszak ám.
Ez se rossz. 12-es. Ez nagyon csúnya szegény. A versenygumival esküszöm király. Mondjuk ez se rossz. 12-es. Eddig a 12-es az, ami eléggé megfogott. Nem, nem. Az old school-abb témán akarok maradni, vagy a 10-es, ez a full ilyen versenygumi. Á, 12-es, ez, szerintem ez egyértelmű. 12-es kész. Rakjuk is rá. Oké. Okay. Kell nekünk még valami? Elrágyott nem nagyon akarok rátenni. Jó, egyelőre jók leszünk így szerintem. Teljesítményre rámegyünk. Ó, szétszedi a motort, király. Motor, na király. Premium 1000 pp. Hát figyelj! Nyomjuk, ami belefér. Motor fullos. Váltó fullos. Chip. Gyerekek, nem tudom ez mennyivel fog menni, de majd leteszteljük. Fullos. Jó, a turbót is kifullozzuk. Nem tudom, hogy mennyi pp van nálam. Oké. Okay. Gumik. Jó, mehet az is fullosra. Oké. Okay. Fékek, az egyértelmű. Az is kell nekünk fullosra. Meg is kéne állnunk. Oké. Okay. Chip. Beszerelve. Király. Nagyon sok olyan probléma egyébként, hogy nem nagyon írják ki például a tuningnál, hogy mi van benne. És nem egyértelmű. Itt abszolút nem ezt látom. Itt tök jól meg van csinálva. Látszik, hogy mi van az autóba benne. Mi van felszerelve rá. Ez nekem abszolút pozitívum. Na, szerintem nagyjából megvagyunk. Jó, ez a tuning rész, ez elég jó. Ez elég jó. És jól is néz ki a kocsink egyébként, király. Na akkor nézzük meg, mit megy. Nem tudom, nekem egyre ez a szervezet, ez egy teljesen pozitívum. Remélem, hogy nem is fogunk meghalni. És jönnek föl a szerverre egyébként, 84-en vannak már. Játszható szerverről beszélünk. Na nézzük. Jó van, te sokám. Hagyjunk neki egy kis előnyt, hagyd menjen. Valószínűleg fogunk vele találkozni, ez nem akarom, hogy itt a kanyarba töltődjön be szegény. Na nézzük. Remélem, hogy észre fogom tudni venni. Jó, megállunk, mennyi volt? Basszus, nem néztem, de olyan 360 körül volt, nem? Az van, hogy én meg a kigyorsítások, az két különböző fogalom. Hallod, kiakad? Ne, Perdu, beveri a fejét, de nem esik komolyabb baja. Az ő megfogja. Hát van olyan érzésem, hogy el kell mennünk megszereltetni ezt az autót, legalább leteszteljük a szervizt is, megnézzük, hogy hol a szerviz. Szerelőtelep, oké, okay. Akkor ott találkozunk. Na megérkeztünk a szerelőterepre, kicsit kacifántos volt megtalálni, de egyébként tök egyértelmű. Nagyon jó a terület egyébként, hova megyünk, oda megyünk? Jó, nagy. Oké, okay. Na nézzük a menetét a dolgoknak. Mind uram. Teljes lesz, persze. Mert a teljes javítás. P19, 10600. Adunk neki borravaló, 11000. Tessék. Többi tartsa meg. Na jó, menjünk addig, nézzük meg, mi újság van itt körül. Az mi az ott? Itt fekszik valaki? Azt a betyárját, ez az nagyon leült. LOL, ez egy csöves. Üdv uram. Beszarok. Hivatásos csövet. Mit keres maga itt? Hát ez nagyon kemény. Lepjük már meg. Ha tényleg full csöves, adunk neki egy rahelli pénzt, komolyan.
nézze meg ezeket az embereket, hogy dolgoznak. Hát de mekkora arc a csávó, hallod? Legkirályabb arc, akivel eddig találkoztam. Itt pusztul, és csövezik. Van otthona? Vagy csak lepihent? Mekkora? Hát ez nagyon király. Sajnos nincs is. Hát az Isten királya, csávó. Hát ez nagyon kemény. Legkirályabb arc az a csöves esküszöm. Nagyon kemény. Ül itt, csak nézi. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon kemény. Jó van. Hát... hogy került az utcára? Beszélgessünk vele egy kicsit. Mekkora arc a csávó, és egyébként tök jó a skin is. Na várjál, balesetmentes utat kívánunk, köszönöm. Köszönöm, kiállok vele. Pillanat és jövök, uram. Kiállok a kocsival. Mekkora arc a csávó. Hát megnézzük, meglepjük valamivel. Mennyit adjunk neki? Azért itt azért van most nálam 1.240.000, az azért elég soknak számít ezen a szerveren. Szerintem én annak a felét odaadom neki. Már kis király lesz így, gyerekek, csövesből lesz kis király. Mekkora, hát de figyelj, ilyet még nem láttam, hogy valaki rendeltetésszerűen a szerveren csövest erpézik, de fullra. De te sokám, és mi van az ajtóval? A másikkal. Várjál, bezárjuk azt is. Jó, oké. Nagyon jó. Várjál, csak a hangját kicsapjuk. Itt is vagyok. Szóval, hogyan került az utcára? Ez nagyon kemény. Jó ég. Nagyon szép lett ez a ferka. Kiadom a Ferrarit. Komolyan. Szomorú történet. Ó, van időm. Szívesen meghallgatom. Meghaltak a családtagjaim. Óha! Ó, nagyon sajnálom. Sajnálom. És ebből él, amit itt kap. Csöves szimulátor. Beszarsz. Jó ég. Ez hatalmas ez a srác. Eskü. Mindig kapok egy kis kaját. Hát mekkora halt a csávó. Uram, sajnos kaja nincs nálam. Viszont egy kis apróval szívesen kisegítem. Ha ettől jobb lesz a kedve. Adok neki egy Ferrarit! Na, várjám, ennyi, 1.400.000 volt az a Ferrari, olyan 500-600.000 már baromi jó kocsikat lehet venni. Ha ettől jobb lesz a... Ja, aha, ja, azt én írtam. Szóval adunk neki mondjuk 800.000-et, azért az a szerverem baromi jó. Na, uram, ha lenne hol lakjak, nem pedig az utcán. Értem én. Akkor veszünk neki egy házat. Veszünk neki egy házat, tudja mit? Tudja mit, uram? Kiállítok magának egy csekket, és vegyen magának egy házat, egy autót, és talán akkor el tud majd menni dolgozni. Majd menni dolgozni. Ezt komolyan gondolja? Persze! Adjunk neki 800.000-et. Per P 14 800.000. Kíváncsi, akit fog szólni. Azért ez elég sok pénzem. Parancsoljon, uram.
Remélem sikerült megváltoztatnom az életét. És azt mondja, odaérő, hogy jól vagy, tesóm. Kemény. Szóval, mit gondol? Ez segítség magának? Remélem elég lesz. Örültem, hogy segíthettem. Vegyen egy szép házat, egy remek autót magának. Megérdemli. Minden jót. Meg fogom mutatni, hogy amit adott nekem pénzt, szép dolgokra fogom költeni. Na ezt nevezem, mondom én, hogy hatalmas arc a csávó. Nagyon király. Remélem is. Minden jót kívánok. Ruhabolt, zúzda, taxitelep, autókereskedés. Ugye az autókat megnéztük, nagyjából a város már ismerjük, lottózó. Jó, elmegyünk még, megnézzük a bankot. Hogy néz ki most már? Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen épületek vannak. És az itt is van közel, úgyhogy... Ó. Ez baromi jó. Eskü tetszik nekem ez a mód. Hát ennél izét jobb első részt nem is találhatunk volna, szerintem, azt gondolom. Ez tényleg egy értelmes szerver egyébként. És tényleg szeretnék ilyeneket bemutatni, tehát tényleg az ilyen normálisabb, nem trollkodó szervereket, és ma 94-en vannak. Nagyon jó. Nem vezeted egyik frakciót sem. Ja, hogy van külön frakciószámlás. Aha. Befizetés. Hát berakunk akkor. Mennyit teszünk? 400 ezeret. Kevesebb pénzem van, mint a gyereknek, akinek adtam nekidik. Szegény ajtó úgy marad. De egyébként nagyon jó. Tehát tök gyorsak az interakciók. Tehát bemegyek. És nem az, hogy tölt, hanem tök gyors az egész. Tehát nagyon, nagyon jó. Tényleg. Jól össze van rakva az a szerver, ezt tetszik. Na, férfi skin, női skin. Nézzük a férfi skineket. Na, van itt elegáns öltözet. Mmm. Ezek az elegáns öltözetek? Hát, azt hittem, hogy nekem van bármi információm arról, hogy mik is az elegáns öltözetek, de oké. Okay. Ah, mondjuk ez tényleg elegáns, igen. Oké. Okay. Itt vannak a jó kis skinecskék. Az a csöves, az a gyerekek, kell nekem az a skin, megnézzük, hogy föl lehet-e venni. Egyébként nem rosszak ezek a skinek. Jó, nem rossz. Ezek a férfik. Megnézzük a nőit. Remélem van valami bögyös. Ú, esőkabátos hölgyi. Jézusom. Aszta! Ez nagyon menci. Röpperlányos. Hello. Hello, hello. Kár, hogy nem lehet megforgatni. Hoppá! Hallod, ez tök jól néz ki. Ez is jól néz ki. Ó, ez is jól néz ki. Menj már. Ez nagyon dögös. Ez milyen dögös már? Jó ég. Jó, hát a járással lehet egy kicsit változtatni még. De milyen jól néznál ki a csaj? Hallod, ez nagyon durva. Elsőszerűen szerelmes vagyok, Dick. Na jó van, skacok! Vissza kéne magam raknom csávóra, de ez a csaj, ez nagyon jó. Lehet, hogy át fogom magam nevezni. Ez nagyon vad ez a csaj. Na, így hagyjuk, így hagyjuk, így hagyjuk. Jó ez a csaj, eskü. Megy a izé, nem? Mondjuk a sétálásomon van mit javítani egyébként, van egy adérzésem, de elég ilyen, nem tudom, hardcore. De attól még jó, attól még nagyon jó. Na, jó van srácok, ennyit szerettem volna mondani. A szervert, a social gaminget megtaláljátok az MTA szerverei közt, le fogok tenni a leírásban mindent, az IP-jét, a web elérhetőségét, a TeamSpeak-jét, ha van Discordját. Nem tudom, mindent, ami van, jó? Úgyhogy, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek rá mindenképp a szerverre, aki szereti az MTA-kat, szerintem ez egy jó
Ez egy jó szerver egyébként, tehát látszik az 94 ember van már egyébként, ami nem rossz, hogy nem egy régi szerverről beszélünk azért szerintem, viszont egy abszolút feltörekvőben levő, és tényleg egyre jobban bővülő szerverről van szó, aminek egyébként nekem a látványvilága tetszik. Tehát én szeretem azt, amikor fölmegyek mondjuk egy RP szeróra, és ilyen jó a látvány, és ennek ilyen jó látványa van szerintem. Szóval nekem tetszik ez a szeró, mindent összevetve. Az kinek jók voltak, nem is tudom most ilyen negatívumot tudok-e. Esetleg negatívumra, ha nagyon-nagyon akarok, mert tényleg megpróbálok teljes mértékben pártatlan lenni ezekhez a szerverekhez, és tényleg elmondani, hogyha van valami rossz is, jó is. Én pozitívumként mindenképpen a tuning rendszert azt mondanám. Nagyon jó, nagyon sokféle autó van, és nagyon jól lehet ezeket tuningolni. És igaz, hogy csak a Ferrarit néztem meg, de voltak rajta paint jobok, ami szerintem nagyon-nagyon jó, szóval lehet variálni bőven. Viszonylag gyorsan fel is lehetett tuningolni, nem voltak bugok, tehát abszolút nem volt bugos a tuning. Az interakciók, az, hogy bekimész a házakba, stb. Az baromi jó, baromi gyors. Jól is néz ki. Hát az kinek, az most valakinek tetszik, valakinek nem. Nekem ez a csaj például nagyon tetszik. Hátránynak esetleg azt mondanám, hogy én még azért egy-két dolgot beletennék majd a későbbiek folyamán, tehát ilyeneket például, hogy kaszinó. Egy kaszinó szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy RP szerveren, úgyhogy én azt mindenképpen várnék még erre a szerverre a későbbiekben. Mindenképpen várnék használt autókereskedéseket. Egyrészt azért is, mert tök jó az embereknek is, mert frakciózhatnak, stb. Meg az embereknek is tök jó, mert használtan is tudnak autót vásárolni. Hát szerintem ezt a két dolgot mondanám így első körbe. Jó? Úgyhogy, skacok, én köszönöm szépen a figyelmet. Ez a Ferrari, ez nagyon durva, nagyon megy. Úgyhogy találkozunk a legközelebb ilyen részben, ahol ismételten egy másik fajta szerót fogunk megnézni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, még egyszer elmondom, leírásban megtaláltok mindent a szerverről. Gyertek föl, nézzétek meg egyébként. Abszolút játszható a sztori. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, YouTube voltam. Remélem sokatoknak segítettem. Sziasztok!